Köszöntöm Önöket, a közügyeket látják a Nemzeti Gyásznapon, a közügyekben is a buszbaleset áldozataira emlékezünk. Vannak egyéb témáink is, kettő ezek közül a fűtéssel kapcsolatos, megoldódik-e Zentán a távfűtés szolgáltatás, vendégem lesz a stúdióban Zenta alpolgármestere, ő mondja el, mennyire sikerült letornázni a hatalmas adósságot. Aztán a decemberi extrém hideg miatt óriási fűtésszámlák érkeztek a lakossághoz is. Vajon mi a megoldás, hogyan lehet spórolni, illetve lehet-e például részletfizetést kérni? Erre is keressük a választ. Elmondjuk azt is, hogy egyetemi felkészítőt szervez a Magyar Nemzeti Tanács az idén is, január 31-ig lehet regisztrálni, hogy melyik e-mail címen, milyen feltételekkel, azt is meg tudják, ha velünk tartanak. Kezdünk. Nemzeti Gyásznap van Magyarországon, és megemlékezik a Kárpát-medencei magyarság is a Verona melletti tragikus autóbuszbaleset 16 áldozatáról. A magyar parlament épületére kitűzték a fekete zászlót, felbonták, majd félárbócra engedték a nemzeti lobogót. A magyar középületeken is kifüggesztették a gyászlobogókat. Magyarország és az Európai Unió zászlóit félárbócra eresztették. Az iskolákban tanúra vagy külön diák rendezvény keretében méltó módon emlékeznek, és Vajdaságban is lerúghatják kegyeletüket. Tisztesség, fogadás balról, Magyarország lobogójának, tiszte! Hey! Budapesten a Kossuth Lajos téren tartott megemlékezés a honvéd gyalogos és lovas díszegységek katonai tiszteletadása mellett zajlott. Áder János magyar köztársasági elnök, Kövér László a magyar országgyűlés elnöke és Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke is megjelent. Miniszterek, kormánypárti és ellenzéki politikusok is lerótták kegyeletüket. A budapesti Szinyei Mersepál gimnázium tanulói és tanárai közül is sokan ott voltak. Bíró László katolikus tábori püspök mondott imát a budapesti Szinyei Mersepál gimnázium diákjainak és tanárainak lelki üdvéért. Urunk! Ezen a gyásznapon olyan érzések szorongatnak bennünket, amelyeket nem tudunk megfogalmazni, és nem is kell megfogalmaznunk. Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezdeményezésére a magyar kormány az olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok emlékére a hétfőt nemzeti gyásznappá nyilvánította. A parlament épületére és a középületekre kitűzték a gyászlobogót és félárbócra engedték az ország és az unió zászlaját. A gimnázium épületénél is gyertyákkal és mécsesekkel emlékeznek. Egy perc néma csenddel kezdődött a tanítás országszerte. Magyarország szabadkai főkonzulátusa is megemlékezik a veronai buszbalesetben elhunytakról. A főkonzulátus épülete előtt mécses gyújtására van lehetőség, valamint gyászkönyvet is nyitottak. Ebbe kedden és szerdán reggel 9-től 16 óráig lehet írni. A Pannon RTV és a Szabadkai Magyar Rádió műsora is a gyásznaphoz igazodnak. A szabadkai Munkás Jézus templomban az olaszországi buszbalesetben elhunyt áldozatok lelki üdvéért is imádkoznak vasárnap. Súlyos baleset történt péntek éjjel Olaszországban. Magyar diákokat szállító busz ütközött egy tartóoszlopnak az A4-es autópályán. Teljesen kiégett a budapesti gimnazistákat szállító busz Veronánál, ez látszik a tragédiáról készült felvételen. 16 súlyosan megégett holttestet emeltek ki a tűzoltók a roncsok közül. A halálos áldozatok mindegyike azok közül került ki, akik nem tudták időben elhagyni az ütközés után kigyulladt járművet, közölte az olasz rendőrség. A diákok egy franciaországi sítáborból indultak hazafelé. 16 halottja, egy mesterséges kómában tartott, életveszélyes állapotú, két nagyon súlyos, 10 súlyos és 13 könnyű sérültje van a balesetnek. Nyilván mindenki meg van rendülve, az egész ország együtt érez. Így fogalmazott Szijjártó Péter szombati sajtótájékoztatóján, könnyeivel küszködve. A magyar kormány nevében szeretném ezúton is
a részvétünket kifejezni. Gyerekekről van szó, tehát nyilván a dolog ilyenkor a legnehezebb, mindenki sajátjára gondol. A kormányzat a hazajuttatás és a szülők kimenetelének minden költségét állja, és mindent megtesz, hogy a családok fájdalmát enyhíteni tudja, hangsúlyozta a miniszter. Ismertette a baleset részleteit, a sofőr nem sokkal éjfél előtt elvesztette uralmát a jármű fölött. Az autóbusz a szalagkorlátnak ütközött, viszonylag hosszan csúszott a szalagkorlát mellett, majd neki ütközött egy felüljáró pillérének. Ezután pedig az autóbusz első részében tűz ütött ki, amely tűz rendkívül gyorsan terjedt a buszon, és ennek nyomán viszonylag hamar sűrű füst, fullasztó füst telítette be az autóbuszt. A sérülteket három különböző kórházba szállították, a többieket pedig egy veronai szállodába helyezték el a szerencsétlenség után. A franciaországi sítáborból hazafelé tartó busz, amelyen 14 és 18 év közötti fiatalok utaztak, az A4-es autópályán egy veronai csomópontnál szenvedett balesetet, majd kigyulladt. Tanárok és diákok próbálták menteni a lángokból a súlyos sérülteket. Hősként emlegetik Víg Györgyöt, a Szinyei Mersepál gimnázium tornatanárát, aki több diákot is kimentett, azonban két gyermeke, a 18 éves Laura és a 30 éves bátyja Balázs nem élte túl a balesetet. Antal Köz Béla történelemtanár szintén önzetlenül segített a mentésben. Súlyos égési sérüléseket szenvedett, kórházba szállítása után elhunyt. Az emberi erőforrások minisztere Balogh Zoltán vasárnap délután jelentette be a túlélők hazatérését. A tárcavezető elmondta, szükséges lenne az iskolán kívüli programok jogszabályainak átnézése. Meg kell vizsgáljuk, és ez zajlik ez a vizsgálat, hogy az iskola belső szabályzatainak és a köznevelési szabályoknak megfelelően lett ez az út megszervezve, a gyermekeknek az elengedése, a kapcsolattartás, a tanárok felelőssége, és így tovább, és így tovább. Van egy ilyen konkrét feladatunk, és az általános feladatunk pedig áttekinteni azt, hogy azok a protokollok, azok a szabályok, amelyek az ilyen típusú rendezvényekkel kapcsolatban előírásokat tartalmaznak, azokon nem kell szigorítani vagy alakítani, hogy mind a kísérő tanároknak, mind pedig a diákoknak a testi-lelki épsége az ne sérülhessen. Részvédtáviratot küldött a szerb kormányfő Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek az olaszországi buszbaleset kapcsán. Alekszandar Vučić a táviratban azt írja, a szerb kormány nevében és személyesen is legmélyebb együttérzését fejezi ki a szörnyű tragédia miatt, amelyben sok gyerek életét vesztette. Szerbia minden polgára együtt ér ez a családokkal, és kérem, hogy a szerencsétlenséget szenvedett diákok családjainak adják át őszinte részvétünket, áll a szerb kormányfő táviratában. Részvédtáviratban fejezte ki együttérzését Szerbia elnöke is. Tomislav Nikolić azt írta Áder Jánosnak, Magyarország államfőjének, hogy hitetlenkedve fogadták a hírt a tragédiáról, illetve kérte a magyar köztársasági elnököt, hogy fejezze ki a szerb államvezetés őszinte részvétét az áldozatul esett diákok hozzátartozóinak. Két vendéget köszöntök a stúdióban, Ozsvár Róbertet, a MOL Prevoz utasszállító tulajdonosát, és Fehér László közlekedésbiztonsági mérnököt. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttek a műsorba. Nyilván nagyon nehéz megválaszolni azt, hogy mi történhetett. Ön nagyon sokat utaztat, hosszas tapasztalata van, hogyan látja a történteket? Hát ezt tényleg nehéz megmondani. Én szerintem sofőr hibázott. Ki lehet ezt így egyenesen mondani? Hát igen. Tehát akármilyen műszaki hiba közben jön, tehát egy kavics, ha belemegy a guminak a bordájába, azt észreveszi, zavarja. Tehát megáll és kiveszi, vagy pedig kiszáll magától. Tehát ha bármilyen nagyobb műszaki hiba lett volna, azt észre lehet venni. Tehát szerintem megszúnyadt, vagy valami nagyon hirtelen bejött, vagy rosszul lett. Tehát én azt hiszem, hogy az utóbbi 10-20 évben ilyen buszbaleseteknél nem emlékszem, hogy egyszer is volt műszaki hiba akad. Most egy válaszoljak. Tehát egyértelműen így talán nem lehet kijelenteni, mert ugye a nyomokat fel kell venni, a kollégák, ugye a magyarok is kimentek, meg az olasz helyszínelők szedik, ellenőrzik az autóbuszt is. De az tény, van egy-két olyan jel, ami arra utal, mert hogy az én tapasztalatomból is, aki szakértőztem már 26 évesen, hogy ez,
egyik tipikus jellegzése az, amikor vagy elfárad a sofőr, vagy megszúnyad, vagy esetleg rosszul van, mert az, hogy letért az útról, és sokáig, tehát hogy mondta a miniszter úr is, hogy sokáig ment, és súrolta azt a kerítést. Azt észre kellett volna venni, és nem volt féknyom, tehát valamilyen módon reagálni kellett volna. Nem hiszem, hogy annyira, hogy rosszak lettek volna a fékek, hogy nem bírt volna lereagálni, nem bírt volna lelassítani, mert ilyen hosszú idő, már csak az a csörgésre, csúszásra, karistolásra, szikrázásra, azért valamilyen módon reagálni kellett volna. De nincs kizárva az, hogy nem lett a sofőre előtte valami baj, hogy nem tudta lereagálni, vagy nem tudom. Utána pedig, mikor már ekkora ilyen 100 km/h sebességgel neki rohan egy oszlopnak, akkor az eleje az tényleg nagy ütés. Ott sokan leestek, elszédültek, és utána ez hogy mitől gyulladt ki, is egy nagyon érdekes dolog, vagyis hát nem tud, igaz, hogy ott nem messze van talán ott a tartály, de attól sem vonat ez dízelüzemanyag, hogy így berobbanjon. Valamit bölött, hogy azt meggyújtsa, és ilyen gyorsan, ez nagyon érdekes, vagyis inkább tragikus, hogy ilyen gyorsan, és nem bírtak a félaléért, meg álmos gyerekem, ez éjszaka volt, ugye mindenki fáradt volt kimenekülni, főleg ők elők voltak, mert ott nagyon nagy ütést kaptak, azok nem hiszem, hogy volt egyáltalán esélyük, hogy kimeneküljönek. És adál most meg a nyomok megállapítása még nehezebb lesz, mert az teljesen szétégett a busz, úgyhogy ez csak így a tapasztalatból mondtuk, de hát ez messze van még a teljes tényétől is megállapítástól. Igen. Nem, csak azt akarom mondani, hogy tehát nem létezik, hogy akkor a műszakében nem bír egy olyan buszon történni. Tehát nem bír szétugrani gömcsukló, vagy csapszög, vagy valami, ami tényleg irányíthatatlan, hát ez a járművet. Meg ahogy én láttam a kép szerint, nem hiszem, hogy azért ment olyan 100-on fölül, mikor neki csapodott. Tehát ott már meg volt lassulva valamennyire, lehet, hogy megfogta a korlát, vagy, de ha neki megy a korlátnak, akkor csak felébredünk, vagy észreztél, és akkor egy kicsit tehát korrigálja. Tehát Olaszországban egyébként az utak elég veszélyesek, pont az ilyen extrém helyzetek véget, hogy a korlát, utána jön az oszlop. Sőt, még az oszlop néha kijebb van a korláttól. És akkor nálunk soha nem láttam olyat, mondjuk Magyarországon sem, Szerbiában sem, hogy az ilyen pályáknál a felüljáróknak az oszlopé annyira ott van az út mellett. Azt mondták ugye, hogy valószínűsíthető, hogy a sofőr fáradt volt, esetleg elaludhatott, nyilvánvalóan ezt minden nem tudjuk megállapítani. Arról viszont tudunk beszélni, hogy mennyit vezethetnek a sofőrök. Ellenőrzi azt valaki, amikor ilyen hosszú útra mennek, hogy mennyit hajt egyáltalán, mennyi az az optimális hajtási idő, ami alatt biztonságos egy ilyen busznak a vezetése éjszakai órákban? Hát más, mint a törvényír, és más, ami a valós. Tehát van, amikor lehet annyit vezetni, van, amikor nem. Ez mind a sofőrtől függ. Függ a légnyomás, a párat, amit tudom én, melyik emberre mi ad ki jobban. És akkor mostan vezethet egyfolytában 4,5 órát, az van, mikor nagyon sok, van, mikor meg se kottyan, és vezethetne még, nem tudom mennyit, tudja. Tehát más a törvény, más a gyakorlat. Éjszaka is, nappal is, mit csinált előző nap, akkor most én úgy hallottam, hogy előtte cserékeztek a sofőrök. Én azt hiszem, hogy amikor elindult a Franciaországból, tehát valamikor 4 délután, de nem vagyok benne biztos, és akkor olyan 6-7 órai vezetés után történt ez. Tehát akkor valószínű, mert nem az a sofőr hatott, aki elindult. De most ez így van, tehát törvény szabbészabb, hogy 4,5 órát hajtat, akkor át kell adni, meg kell állni. Tehát ez minden, de ez személyes tapasztalat, jöttünk az Olaszországból, és Szlovéniánál, a határnál cserékezett a sofőr, és nem mentünk egy órát ugyanígy éjszaka, és én arra veszek vissza, hogy akkor már, hogy így megyünk az autóton, csak szerintem senki megszúnyadt a sofőr 1 óra hajtás után, tehát eddig előtte más hajtott, de elfogta a fáradtság, de ez megtörténhet, de ezt nem tudjuk. De a szabályzat az elő van írva, és ellenőrzik, mert most a kártya, a tahografot ellenőrzik, és nyugaton is, Európai Unióban nagyon, ezt te is tudod, hogy ezt tényleg figyelik. Főleg Franciaországban. De végül a profizmus abban van egy sofőrni, tehát ha őket elfogja a fáradtság, akkor valamit csinálni kell. És akkor azt az emberek tudják általában, hogy most én tudom, hogy engem mi rajta mi segít, vagy az, aki másikon jön rajta mi segít. Tehát ha egy óra múlva megfogta, tehát úgy mondják szerbül, hogy mondják, hogy az zámor. Ha fáradtság, igen. Az nem álmos, hanem zámor. Már másmikor álmos, akkor ezt jobban lehet eltikad, húzni. Eltikad, úgy. De az ilyen eltikadást, azt nem tud mit csinálni az ember. Tehát valamit kell. De a protokoll mit mond ilyenkor, mit lehet csinálni? Álljon le, mozdjon meg, mozogjon. Hát erről nem mond végül is. Azt tudni kell, hogy mostan
engem elfogva a fáradtság, akkor valamit, tehát vagy elalszok, vagy megállok és fordulok egyet, vagy rágyújtok, vagy foglalkozok, mondjuk rá én például én tök magot eszek, és akkor ez az elterel, és akkor utána az elmúlik, az ember átmegy 20-50 km szádat, tehát más az időjárás, én arra vetek, hogy azért van legjobban, és akkor utána megy minden tovább. Ha lehet, akkor aludni kell, akkor kell egy kicsit aludni. Ha lehet, de a buszsofőrnek nincs lehetősége. A kamionsofőrnek jobban van, hogyha őt elfogja, akkor félreáll, és akkor alszik egyet. Az autóbuszok műszaki állapotát hogyan ellenőrzik? Elő van írva, hogy miket kell nézni, tehát a műszaki vizsgákon minden 6 hónapban ellenőrzik, ezt is tudod. És nálunk is volt egy 4-5 éve ilyen hatalmas valami baleset, lement a Zlatiborba a busz, ott is több gyerek meghalt, és utána vezették be ezt a rendeletet, hogy minden kirándulást, amit gyerekek mennek, előtte az igazgatónak be kell jelenteni, és a rendőrség kimegy, és leellenőrzi azt a buszt, hogy megvan-e a műszaki vizsgája. Hogyha 5 év idősebb, akkor 5 nappal nem lett idősebb az a rendkívüli műszaki vizsgát, tehát előtte át kell, hogy menjen. Ott a helyszínen ellenőrzik, hogy minden a jók-e a lámpái, a pislogói, a féket, amennyire ők ott megbírják nézni, megfújassák a buszsofőrt. Ez egyrészt segít is valamit, mert ugye nem engednek talán rossz állapotban lévő buszt el, mert az, hát, mi országunkban ez meg is történhetne, de ez a visszafelé jövetné már nem ellenőrzi senki, tehát ott ugyanakkor nem tudni, hogy a sofőr ivott-e vagy nem, mert ugye nem szabad, tehát az egyértelmű, aki buszt hajt, az nem szabad, hogy ilyen, de hát emberek vannak, tehát az is megtörténhet. Úgyhogy de ellenőrzik, tehát nálunk ezt tényleg szigorúan csinálják, és ezt te is megerősítheted. Most ez fegyelmet is jobban a fuvarozó cégek, vagy a sofőrök, attól függ, hogy kivezeti a céget. Tehát odafigyelnek, mivel tudják, hogy ott lesz a rendőrnél, hogy valami baj legyen, mert akkor nem engedi el a buszt, és akkor abból van egy nagy afféra. De ellen... egyébként tényleg hogy van, hogy a visszaútnál senki nem ellenőriz? Hát, mert úgy veszik, hogy ez a pár nap, most egy nap, vagy két nap, vagy három nap, nem, ott már mondjuk a Copa Unicra mennek kirándulni, nem fogják kiküldeni a rendőröket, tehát azt nem. Hát amúgy sem, mondjuk a törvényes műszaki vizsga 6 hónaponként van. Ez a rendkívüli műszaki vizsga, ami indulás előtt 5 nappal kell, ez nem törvény sem, ez valami rendelet. Rendelete van, igen. De nem rossz dolog egyébként, mert most a... ez a gyakorlatban is működik, minden egyes kirándulás. Persze, igen. A lángokkal lehetett volna esetleg valamit kezdeni, tehát ez a hatalmas tűz, ami nagyon gyorsan terjedt, ez... Nézd, minden járműben kell, hogy legyen tűzoltópor, de ilyenkor, amikor csatta, amikor tudja, hogy a sofőr egyáltalán túlélte azt az ütközést, vagy az a másik, az elszédűnek, a poroltóhoz nem jutnak oda, még ekkora lángba esély nincsen, hogy elótsák szerintem. Meg nem is tudja mindenki kezelni. Meg ilyenkor, ahol értem... Ez fontos dolog, amit mondott, igen. Nem tudják, tehát a sofőrök is sokan, tehát ott van a poroltó, tehát általában ott van a sofőrök a kezügyében, ott 1-2 méterre, vagy az egyik, nem, kettőnek kellene egy buszba. De általában az egyiket azt valahogy elteszik hátra valahogy, ez a varjon bent, a másik van ott egy kisebb poroltó kézügybe. Nekem volt már alkalmam oltani autóbuszt, de észnél kell lenni. Tehát nem is tudják, hogy sokszor meg kell rázni, kétszer kell megütni, hogy az működjön. Tehát meg nem... a másik tűzben lenni, a nagy pánik. Tehát ott az embereket elfogja pánik. A sokszor sokkal többet árt, mint maga a füst, meg a tűz, de hát ezt nem lehet kezelni, ez nagyon nagy probléma. Igen, ez nagyon érdekes, egyébként nem tudom, mikor, hogy jönnek rá, hogy miért gyulladt ki az a busz. Mert a dízel az hány fokon? 900 fokon? Hát igen, tehát a nyomás alatt kő, hogy legyen, vagy nagyon nagy hő, tehát... Igen. Mert nem, mert benzinpár az igen, az berobban, de ez nem. Nyilvánvalóan nagyon sok kérdés. Én arra gondoltam egyébként, igen, hogy az idősebb sofőrök hordanak magukkal kávéfőzőt. És az a kávéfőző az olyan, hogy gázzal működik, és egy ilyen kis gázpatronokat lehet venni bótokba, rácsavarja, és akkor azon megfűz a kávé. De az ott van elő valahol, és attól a szörnyűtés volt támadta. Az ott van elő valahol, a szikrától az be bírt robbanni. Nyilván nagyon sok a megválaszolatlan kérdés, igen, remélhetőleg az idő tisztázza majd ezeket a kérdéseket, és a közeljövőben kiderülnek ezek a részletek. Az a gond ebben, még azért ilyen nagy a tragédia, mert ott ugye sokan utaznak. Igen. Személyi autóban legfőjebb 5-en halnak, meg az is nagy tragédia, de itt ugye 50-en vannak, és egy ekkora ütközésnél 10-valahányan meghaltak, súlyosan hányan megsérültek, és
és ezek a fiatalok az meg külön meg, tehát az borzasztó, ami ennyire nehéz elviselni mindenkinek, akinek mondjuk semmi köze nem volt az egészhöz, és ezért igyáznak jobban a buszokra, és látom, most Magyarországon is ezt meg fogják szigorítani, biztos, hogy ugyanígy ki fognak járni, meg minden, hogy megnyugtassák legalább a saját lelkiismeretüket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Még valamit szeretett volna? Okay. Köszönöm akkor, hogy eljöttek. Remélem, hogy a kérdésekre választ kapunk az elkövetkező napokban. Hát igen, és hogy ilyesmi ne nagyon történjen meg, mert ez... Így legyen, hogy ne legyen. Megáll az észre. Köszönöm. Fűtéssel folytatjuk, ahogyan arról már beszámoltuk. Zentán megkérdőjelezett a távhőszolgáltatásnak a folytatása. Továbbra is bizonytalan, hogy a tév végéig lesz-e távfűtés Zentán. A tartozás miatt ugyanis a szerbiai gázművek kilátásba helyezte a gázcsap elzárását, amennyiben a helyi távfűtés szolgáltató Elgáz közvállalat nem egyenlíti ki hatalmas tartozását. Nézzük, ma melegek voltak-e a radiátorok, utána pedig vendégem Zenta alpolgármestere. Évtizedek óta húzódik Zentán a távfűtés problémája. Mára addig jutott a helyzet, hogy a szerbiai gázművek kilátásba helyezte a gázcsapnak az elzárását. Problémát jelent az elavult vezetékhálózat, a nem megfelelő kazán és a házak szigetelésének a hiánya. Többen kiegészítő fűtést kell, hogy alkalmazzanak ahhoz, hogy megfelelő hőfokot tudjanak biztosítani. Az egyetlen alternatívát az árammal való fűtés jelenti. Per pillanat meg vagyok elégedve a fűtéssel, de az elmúlt hónapokban, tehát az a fűtés kezdetétől október, november, december elég rossz volt a fűtés, tehát kellett, hogy pótfűtést alkalmazzak. Egy 6 kW-os termokályhába pótolom a fűtést, így tudok lakásomba 22 fokot tartani. Ha nem lenne a pótfűtésem, a maximum hőmérséklet a lakásomban 16-7 fok volt. Nem tudom, hogy ez, hogy engedheti meg a város, hogy ilyet tegyenek. Mert még a cukorgyárban adta a fűtés, addig minden oké volt. És milyen árak vannak? Alig volt fűtés, a múltkor napban 13 000 dinárt fizetett. Abnormálisak ezek az árak. No, most egy pár napja jó a fűtés. Miután vannak ezek a nagyobb hidegek, azóta jó. Azelőtt pedig semmilyen volt. Olajradiátorra kellett pótolnia. Miután a zentai cukorgyár bezárt, a helyi Elgáz közvállalat vette át a távfűtést úgy, hogy a cukorgyártól bérli a kazánt. A cégben elmondták, hogy a karbantartásra szánt összeg negyede annak, ami más távfűtőművekben rendelkezésre áll. Amennyiben a megfizettetés teljes lenne, a cég akkor is 40 milliós veszteséget könyvelne el éves szinten. Toplovodná mreža stará i do 40 godina po jednej jednej deonice. Kotao u Senti je takav kakav je, to nije kotao za centralno grejanje, već je za preradu šećerne repe. Njegov stepen iskorištenja je ispod 60%. Stepen iskorištenja toplovodne mreže ispod 70%, što dovodi da je stepen celog sistema, stepen iskorištenja celog sistema 42%, što je izuzetno malo i onda traži povećanje cene, što dovodi građane u problem. Az biztos, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan. A község illetékesektől kapott információk szerint dolgoznak a megoldáson. A távfűtés problémájára a zentai városvezetésnek nem csak hatékony, hanem olcsó megoldást is kell találjon. Vendégem a stúdióban Győri István, Zenta alpolgármestere. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mi a helyzet akkor, mindenhol volt ma fűtés Zentán? Jó estét kívánok, és jó estét kívánok minden kedves nézőnek is. Jelen pillanatban a fűtés megy probléma nélkül, a radiátorok melegek voltak ma is, de nagyon félünk az, hogy ha nem bírjuk törleszteni a megmaradt adósságból egy részt, hogy ez holnap jár le a határidő, és akkor félünk attól, hogy a szerbiai gáz közvállalat elzárja
gázcsapokat, lehet így mondani. Menjünk egy kicsit vissza az időbe, utána pedig előre megyünk. Ugye múlt héten, kedden hangzott el az a hír, hogy leállhat a távfűtés szolgáltatás Zentán, mert hogy a szerbiai gázművek az blokkolta a távfűtés szolgáltatást végző zentai Elgáz közvállalat számláját. Akkor kaptak néhány napos halasztást, illetve időt, ameddig lehet ezt az adósságot törleszteni, utána pedig akár le is állhat a távfűtés. Mekkora összeggel indultak, és most hol tartanak? Hát igen, így van. Ugye 17-én blokkolták, zárulták az Elgáznak a számláját. A decemberi számla a szürbőgáz felé, amit gázt elfogyasztottunk, az körülbelül több mint 28 millió dinár volt. És mivel a Zergáz nálat nem rendelkezik akkora saját tőkéve, hogy ezeket a számlákat gondterhesen bírja fizetni, de közben megtudtuk azt, hogy a fogyasztók körülbelül 57 millió dinárra tartoztak január 17-ével bezárólag. Ebből, ezek milyen hosszú ideje felhalmozott tartozások? Ezek lehet mondani, hogy még a múlt szezonból is maradtak bizonyos részek, amik nem lettek, fogyasztók nem törlesztettek az Elgáz felé. De ez egyébként hogyan lehetséges? Nem próbálja senki ezeket a tartozásokat megfizettetni? Hát megpróbálja az Elgáz pörölni úgy a polgárok, úgy a jogi személyeket, hát csak a bíróság is úgy elég lassan működik, lassan dolgozik, ugye, meg a polgárok tudják, hogy az új törvény szerint, ugye, ami egy év elmúltán, ha nem történik semmi, akkor azt nem lehet, elévül is nem lehet megfizetni. Most itt megemlíteném azt, hogy a jogi személyek több mint 28 millióval tartoztak abban a pillanatban. Kik tartoznak ezen jogi személyek közé? Hát, tehát egy kicsit nevesítsük, nagyon fura ez a meghatározás. Hát, igen, jogi személyek, természetes személyek, magánszemélyek. Hát jogi személyek közé minden vállalat oda tartozik, úgy privát cégek, úgy állami cégek. Ugye itt megemlíteném, hogy a legnagyobb adósa az Elgáznak a zentai kórház. Az több mint 10 millióval tartozik. Úgy tudom, hogy ma, vagyis pénteken a 10 millióból 700 ezer dinárt törlesztett, de mivel nem az mennyit? A 10 millióból 700 ezer dinárt törlesztett. Ugye tudjuk, hogy a kórházak, ugye a tartomány fennhatóság alatt vannak, vagy a tartomány az alapítók, nem az önkormányzat, és hogy az önkormányzat nem is bírunk ráhatni azt, hogy az adósságát rendszeresebben, vagyis ne halmozza ennyire föl, mert 10 millió az rengeteg pénz mai világban is, ugye? Tehát indultak valamivel több mint 28 millió dinárral, ennyit kér a szerbiai gázművek, hogy fizessenek ki holnappal bezárólag? Igen, így van, pontosan mondja, mert előbb megemlítem azt, hogy van egy kormányrendelet, hogy másképp járnak el az adósok felé ebben az évben, a 1-től, amennyiben nem törlesztik az adósságot. Zárulják rögtön a számlát. Zárulják ugye a számlát, utána annak még egy pár napot, egy 5-6-7 napot, hogy próbálják törleszteni az adósságot. Ezt ugye mi 18-án tartottuk meg a sajtótájékoztatót, és ott kértük a fogyasztókat, hogyha bírják, törleszik az adósságokat, ha nem is mindent, legalább egy részét. Ez lehet mondani, hogy sikerült. Körülbelül 20 millió dinárt befizettek az adósok a 28 millióból. Tehát akkor van még 8 millió. Pontosan 8 millió, két óra, akkor kérdeztem a pénzigazgatót, hogy 8 millió 100 ezer dinárra vagyunk még blokkád alatt, annyival van még zárolva az Elgáznak a számlája. De még ez lehet, hogy csökken azért, mert ugye még a bankok a később utalják, és akkor tudni van azt, hogy az Elgáznak van egy irodája, ahol a polgárok készpénzzel, tehát a készpénzzel bírják törleszteni az adósságot, és ez még nincsenek benne az adatokban. Én remélem azt, hogy reggelre még kevesebb be fog tartozni az Elgáz, a szürbiagáz felé, és remélem azt, hogy elkerüljük a legrosszabbat, hogy elzárják a... Péter, van, hogyha arra ébrednek, hogy mégsem gyűlt össze a hiányzó több mint 8 millió? Hát B-terv, az a B-terv, hogy
hogy is mondjam, hogy tehát már több mint hete folytatunk beszélgetéseket az illetékes személyekkel, vagy az illetékesekkel, hogy ha nem is bírjuk az egészet törleszteni, hogy adjanak még egy pár napot. Kik ezek az illetékesek? Hát a Szürbőgásznak az igazgatójával próbálunk egyezkedni. Ő nem nagyon akar beleegyezni abba, hogy ha nem fizessük ki, hogy akkor tovább szolgáltas a gáz, de én remélem azt, hogyha holnap nap folyam, még ha egy pár millió dinár bejönne, hogy maradna egy 5-6 millió dinár adósságunk, hogy lehet, hogy akkor könnyebben lehetne tárgyalni, ugye, mert most 28 millióból 3 nap alatt több mint, akkor beszélünk több mint 20 millió, 25 millió be fognak fizetni, hogy ez a pár millió dináré ne zárja el már a gázt. De azt mondta, hogy nem nagyon örül ennek a lehetőségnek. Nem nagyon örül ennek a lehetőségnek, de lehet, hogyha azt mondjuk, hogy van 3-4 millió maradt adósság, akkor lehet, hogy könnyebb tárgyalni is vele, mert akkor láthassa, hogy mert ugye nehezen értik meg azt, hogy hogy lehet 57 millió adósság, mert tényleg az Ergáz kínáltuk azt is a lehetőséget nekik, hogy az Ergáz minden nap fogja fizetni a tartozást, amennyi befolyik a számlára, azonnal át fog utalni a Szürbőgáz számlára, még hogyha karikázok, még hogyha 100 dinár jön be, a 100 dinárt is át fogjuk utalni nekik. Hát most nem tudom, hogy holnap mi lesz, de remélem azt, hogy nem fogják elzárni a gázt, továbbra is legyen fűtés, ugye, mert még azt mondják, még hidegebbek lesznek, nem szeretnénk azt, hogy lakosság. Hányra akkor jár le a határidő? Hát idő nincs, de én úgy tudom, hogy 3-4 óra felé hallássák, hogy nem lett az egész, vagy megvárják még a szerda reggelt, ugye, mert holnap kell szerda reggelt, hogy lássák, hogy a nem lett kifizetett az egész számla, hogy akkor hogy fognak reagálni, nem tudom, de bízok abba, hogy még holnap is folytatunk tárgyalásra. Próbálunk a minisztériumok, az energetikai minisztériumok felé fordulni, az államtitkárok felé, a tartomány titkár felé, aki ezzel van megbízva, ők is megértek, hogy mindent megtesznek, hogy az ENTA a távfűtésig tűnjen maradjon. De nyilvánvaló, hogy az egy jó megoldásnak tűnhet, hogyha az ENTA-i kórház tudná fedezni az adósságát, igen, nem? Igen, most erről nem tárgyaltak esetleg a tartomány illetékesekkel? Tárgyaltunk a tartomány titkárral, ugye, az egészség titkárral, ugye, mert ő rajta nem, hogy múlik, hanem oda bír hatni, hogy legalább egy részét, vagy valamit fizessenek be a kórház számlájára, hogy a kórház azt átbírne utalni az Ergázt, hogy ebben is csökkentenénk a tartozást a Szürbőgáz felé, igen. Egy nagyon-nagyon gyors választ kérnék, csak nyilvánvaló, hogyha most ezt valahogy túl is élik, túllépnek ezen a krízisen, hogy így fogalmazzak, akkor utána még hát hosszú hónapokig kell fűteni. Igen. Bármikor előfordulhat akár egy újabb ilyen forgatókönyv, nem? Hát sajnos, hogy előfordulhat, és ezért megint kérek minden fogyasztót, hogy próbálják időbe törleszteni az adósságot. Ha nem is mindent, legalább egy rész az adósságnak, hogy ilyen helyzetek legközelebb elkerüljünk, hogy mi legyünk ebben a helyzetben, mert ez tényleg nagyon komoly a helyzet, úgy érzem. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm szépen a meghívást. Maradunk még a fűtésnél. A hosszantartó hideg és a szokásosnál jóval alacsonyabb hőmérsékletek miatt sokaknál már elfogyott a bekészített tüzelőanyag. A megszokottnál jóval magasabb számlákat kapnak a távfűtőművek hőszolgáltatásának felhasználói, a gázfogyasztók és azok is, akik villannyal fűtenek. Mindenki gondban van, az extrém hidegben extrém drága a fűtés. Ernő bácsiéknál már a végét járta a tüzelőanyag készlet, pótolni kellett. Kevés ilyen szívós, kitartó, száraz hidegre emlékszik a 80-as éveinek javát taposó hajdújárási almatermelő. Mindjárt panaszkodnak szomszédok, mindenki jóvat a tűzi, hogy már annyi elfogyott, mint egész télen szokott nálunk is. Van agác is, bükk is, meg ilyen ládagyáriból ezt a vékonyat, amiben gyújtunk be.
fűteni kell, központi fűtésünk van, ugye fűtök itt 10 helységet, és oda kell lántüzelni azért. Majd azt lehet mondani, éjjel kísérhaltassuk, parázs maradjon, akkor reggel csak újra teszünk rá, és ez van. A fán kívül mivel tüzelnek még? Én csak fával. Van ilyen rőzsém is, a gyümölcsösbű rőzsájúval gyújtunk avval, meg agátfát, meg bükfát veszünk. A fatelepeken nagy a forgalom. Szinte mindenkinek elfogyott már a nyáron és ősszel bekészített tűzifa. Most utánrendelnek az emberek. Szénből hiány van a piacon. A tűzifa beszerzése is akadozik. Sad je dole dosta napada sneg, ima preko 30-40 cm snega. I zbog toga je malo otežano pristup da se priđe šumi kamionima, ali uglavnom sve to nekako se kaže u granicama normale i polako sve to dolazi na svoje i očekuju se drva već od sljedeće nedelje da dolazi s tim kapacitetom kao i do sada. Koja je cena ogromnog drveta? Cena ogromnog drveta, ogromno drvo bagrem je 4800, bukva je 5000 dinara, to su cene sa pilanjem i sa prevozom. Kakva je situacija sa ugljem? Pa situacija sa ugljem je sad malo zbog ovih minusa isto drugačija. Uglja iz Kolubare možda se nabavi samo lignit, malo se više čeka nego uobičajeno. Cena mu je 7500 dinara sa prevozom po toni i postoji još ugalj sušeni, on je 12500 dinara. Az alacsony hőmérséklet következtében megnövekedett Szabadkán a gázfogyasztás. A gázellátás zavartalan, a gázhálózat stabil. A fogyasztók többsége rendszeresen fizeti kötelezettségeit a szabadkai gázművek irányában. Amennyiben valakinek nagyobb a számlája vagy tartozása van, ki lehet egyezni a részletfizetésben is. Egyesek szerint a gázfűtés a legkifizetődőbb, mások kombinálva fűtenek. Én gázzal fűtök. És a gázszámla mekkora lett? Tűrhető, ahhoz képest, hogy állandóan dolgozik a gáz berendezés. Az mit jelent, hogy kifizetődő most gázzal fűteni? Úgy érzem, igen. Mekkora lett a gázszámla? Összeg? Igen. 10 000. És mekkora területet fűtenek? Hogy is van a 100 négyzetméteren van, igen. Föl van szerelve a fűtési rendszerem naftával, amit nem használok, a anyagiak miatt van villany, fa, gáz, gázfűtése bent van. Most a gázfűtés azt sem használom ilyenkor, mikor nagyon hideg van, azért, mert rengeteg a köbméter, ami elmegy. Tehát a gáz az kifizetődő, mikor nincs ilyen mínusz. Tehát most legjobb a fa, és a villanya kicsit pótolom. Tehát így kombinálva legkifizetődő? Hát így, mindenből egy kicsit. És akkor az ember, ha összeadja, akkor is kijön az a 11-hány ezer dinár, de nem, mondjuk nem csak a villanyra adom mindjárt 11-et. És mekkora felületet fűtenek? 86-90 négyzetméter. A legtöbb panasz a távfűtőművek felhasználóitól érkezik. Már a decemberi számlák is magasak voltak. A januári extrém hideg miatt pedig még mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk azoknak, akik szeretik a meleget. Az biztosan, hát 8000 dinár jött ki nekem majd decemberre, de most valószínűleg a szomszédasszonyomnak meg 12 000. És hány négyzetméteres a lakás? Egyforma. Egyforma négyzetméter. De annak nincs alokátorja, nekem meg van. Na és amennyit megbírtam spórolni, ennyi. Azért jött ki 8000 dinár. De most a januári hónapra azt megnyúznak bennünket. Az biztos, 100%. 12-3 000 dinárnál, ha nem többen, olcsóbban nem fogjuk megúszni. Akik 16-17 fokos lakásban diderektek, decemberben megúszták 5500 dináros számlával. A Tokió lakótelep egyik első emeleti lakásában élő egyedülálló hölgy elmondta, ő csak heti 1-2 alkalommal kizárólag a konyhában kapcsolja be a fűtést, egyetlen radiátort. Ennek ellenére decemberre 3200 dináros fűtésszámlát kapott a szabadkai távfűtőművektől. Árammal fűteni sem olcsó mulatság, de aki takarékosan teszi, van úgynevezett kéttarifás villanyórája, és éjszaka melegít teljes gőzzel, egy átlagos földszintes házat vagy lakást 12 000 dinárból felfűthet. A szerbiai polgárok viszont meglepődtek, amikor készhez kapták a decemberi villanyszámlát, ugyanis akár 20-30%-kal is magasabb összeg szerepelt rajta, mint különben. Olyan szabadkai fogyasztó is van, aki áramra fűt, és a novemberi 10 000 helyen
helyett decemberben már a duplája, majd 20 ezer dinár lett a számla végösszege, mint ahogyan az itt is látszik. Sokan panaszkodtak a túl magas áramszámla miatt. Egyesek szerint nem a valós fogyasztás tükrözi az ár. Erre reagált a szerb kormányfő vasárnapi sajtótájékoztatóján. Niko ne može zbog toga što voli da sedi u toploj sobi, ne voli da radi i mrzi ga da očita određena brojila, da izmišlja cenu struje za 5 ili 10% ili 15% stanovnika Srbije zato što mu je to tako palo na pamet. I taj skandal više nikada neće da se ponovi, zato će odgovorni da odgovaraju i tu priču smo danas završili. A szerbiai villanygazdaságban azt mondták, hogy a hőtárolós kályháknak a nap folyamán történő bekapcsolása, amikor a tarifa drágább, akár 25%-kal is megnövelheti a számla végösszegét. A melegítők és az olajradiátorok használata havonta 25 ezer dinárral növeli a számlát, a klímaberendezéssel történő fűtés pedig több mint 11 ezer dináros növekedést eredményez havi szinten. Ezen túlmenően a villanyórák leolvasása is elhúzódott, így a decemberi elszámolásba belecsúszott a januári fogyasztás egy része is. Annyi viszont biztos, az extrém hideg mindannyiunknak extrém magas fűtési költségeket hozott, kivéve azokat, akik annyira strapabírók és forróvérűek, hogy a 16-17 fokos otthonukban is átvészelik ezt az időszakot. A Magyar Nemzeti Tanács idén is megszervezi ingyenes felvételi felkészítő programját. A diákok magyar nyelv és irodalom, német nyelv, angol nyelv, alkotmány és állampolgári jogok, szociológia, pszichológia, történelem, földrajz, biológia, matematika, fizika, kémia, közgazdaságtan, számítástechnika és informatika tárgyakra jelentkezhetnek. A felkészítő internetes része már február 1-én megkezdődik. A tantermi felkészítőket Zentán, Szabadkán és Újvidéken szervezi meg az MNT. A felvételi felkészítő programra a preki.mnt.org.rs honlapon lehet regisztrálni január 31-ig. Élj a lehetőséggel! Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából. Vendégem a stúdióban pedig Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. A beszélgetést felvételről látják, ma kora délután rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Kiknek a jelentkezését várják? Jó napot kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a tévénézőit. A Magyar Nemzeti Tanács ebben az évben is meghirdeti a felvételi felkészítő programját. Ez egy fontos állomása az ösztöndi programunknak, hiszen a fiataloknak szeretnénk segíteni az egyetemen való felvételi minden sikeresebb letételében, és ezért szervezzük már meg évek óta a felvételi felkészítő programunkat, amely valójában a végzős, az érettségi előtt álló középiskolásoknak szól. Ebben az évben is 14 tantárgyból szervezzük meg a felvételi felkészítőt, azokból a tantárgyakból, amelyekből az eddigi évek során a tapasztalataink azt mutatták, hogy szükség volt, hiszen a fiatalok ezekből a tantárgyakból felvételiztek. Természetesen ezek a tantárgyak mellett, hogyha igény mutatkozik, akkor más tantárgyat is be tudunk iktatni, akár a szerb, mint környezetnyelvet, akár a zenekultúra, a képzőművészet terén, hogyha igény mutatkozik, és valaki szeretne olyan tantárgyból felvételit tenni, amely nincs a skálán, természetesen ezt is meg tudjuk szervezni. Két részből áll ugye ez a felvételi felkészítő, van egy online része és egy tantermi része ezúttal is? Igen, ebben az évben is úgy, mint ahogyan az előző években úgy szervezzük meg a felvételi felkészítőnket. A két állomás, mint ahogyan is említette, az online, tehát az internetes felkészítés, ez az első része a felvételi felkészítőnknek. Azok a tanárok, akik vállalták ebben az évben is, hogy segítségünkre lesznek, illetve felkészítik a fiatalokat az egyetemi felvételire, azok online
online állnak a fiataloknak a segítségére, tehát interneten keresztül tartják a kapcsolatot a leendő egyetemistákkal. Olyan tanárokról van szó, akik tapasztaltak, akik már ezen a téren nagyon-nagyon otthonosan mozognak, hiszen követték az előző évek felvételi tesztjeit, feladatsorait, és ezeknek a megoldásában, ezeknek a feladatoknak az elsajátításában nyújtanak segítséget tehát a fiataloknak. Bárhol, bármikor valaki megakad, akkor kérheti a tanárok segítségét? A honlapunkon, a Breki honlapon, hiszen a fiatalok regisztráció során tudnak részt venni majd ezen a felvételi felkészítőn, a breki.mnt.org.rs honlapon tudnak regisztrálni, és ezen a honlapon már fel vannak töltve azok a feladatsorok, azok a tesztek, amelyek az előző években egy-egy egyetemen felvételi tesztként megjelentek, és akár egyedül, akár pedig, hogyha megakadnak, akkor a fiatalok segítséget kérhetnek a tanároktól, a felkészítő tanároktól, hogy gördülékenyebben menjen a teszteknek, a feladatoknak a kitöltése. A második része a felvételi felkészítőnek pedig a tantermi foglalkozásokból áll, amely az előző években Zentán és Szabadkán került megszervezésre, most is terveink szerint e két helyszínen szervezzük majd meg, de meglátjuk a fiataloknak, a leendő egyetemistáknak a jelentkezéséből, hogyha igény mutatkozik, más helyszíneken, más városokban is meg tudjuk szervezni. Tehát a tantermi foglalkozások az pedig egyértelmű, hogy ugye a tanárokkal való közvetlen kommunikációból, órákból áll, illetve a tavalyi évben megszerveztük az Európa Kollégiumban is egy hétvégén a tantermi foglalkozásokat, amely azt jelenti, hogy az érdeklődők, a fiatalok leutaztak Újvidékre, és a szombat-vasárnapot Újvidéken az Európa Kollégiumban töltötték. Jelen voltak a felkészítő tanárok, és a József Attila általános iskolában kerültek megtartásra az órák, az éjszakát pedig ugye az Európa Kollégiumban töltötték. Ezt is meg szeretnék szervezni ebben az évben is, méghozzá április 22-én és 23-án, szombat-vasárnapról beszélünk ismét. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a részét is a felvételi felkészítésnek, hiszen a fiataloknak lehetőségük van megismerni az Európa Kollégiumot, megismerni a egyáltalánban barátkozni, megismerni a társaságot, akik majd lehet, hogy jövőre akár évfolyamtársaik, akár az Európa Kollégiumban barátaik, rakótársaik lesznek, illetve az esti programot, amely a szombat esti programot illeti, akkor pedig a kollégium lakói tartanak egyfajta előadást, egy beszélgetést, ahol bemutatják az egyetemi életet, a kollégiumi életet, és azt gondolom, hogy nagyon nagy tapasztalatra tehetnek, az mellett is részt szert a fiatalok, akik ellátogatnak majd az Európa Kollégiumban, az mellett, hogy ugye tantermi foglalkozásokon is részt vesznek. Január 31-ig lehet jelentkezni, utána lezárul a lehetőség? Igen, január 31-ig van a jelentkezés, mint ahogy említettem, a Breki honlapon tudnak regisztrálni a fiatalok, ezen a honlapon, illetve Magyar Nemzeti Tanács honlapján is pontosabb információkhoz is juthatnak, pontosan, hogy melyik tantárgyakból kerül megszervezésre a felvételi felkészítő, hogy hogyan tudnak regisztrálni, azt is megtalálják, illetve arra kérjük a fiatalokat, hogy két tantárgyat jelöljenek be, két tantárgyat, hiszen a felvételi az minden egyetemen két tantárgyból történik. Kérjük, hogy komolyan álljanak hozzá, és hogy aktívan vegyenek részt a felvételi felkészítésben, hiszen mindannyiunknak a célja az, hogy minél sikeresebb felvételit írjanak majd a felsőoktatási intézményekben. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm a lehetőséget. Korábban szerettük volna adás közben adni a riportot, azonban tudósítónktól csak nemrég érkezett meg az újvidéki razziáról tartott megemlékezésről szóló anyag. A rakparton az 1942-es razzia áldozataira emlékeztek Újvidéken, ahogy minden év január 23-án több százan gyűltek össze a razzia áldozatainak emlékére emelt család emlékműnél. A megemlékezésen ott volt a szerb államfő is, ezen kívül tartományi és helyi tisztségviselők, Magyarország belgrádi nagykövete, szerb egyházi méltóságok és a zsidó hitközség képviselői, valamint az áldozatok leszármazottai, de sok iskolás diákot is lehetett látni a megemlékezésen.
Az 1942-es januári razzia áldozataira emlékeztek az újvidéki rakparton, a család emlékműnél. A rakpart Szivárványhídtól Munkás utcáig terjedő részét lezárták, és a környező utcákban is fokozott rendőri jelenlét volt, hiszen itt volt az államfő és más fontos politikai tisztségviselők is. Több százan gyűltek össze az újvidéki rakparton az 1942-es januári razzia áldozatainak emlékére emelt emlékműnél. Az egybegyűltek nagy része iskolás diák volt, akik tanáraikkal együtt jöttek el a 75. évforduló alkalmából tartott megemlékezésre. Először Újvidék polgármestere szólt az egybegyültekhez. I danas osjećam i bes i gorčinu, jer nije sprečen užas koji je zauvek okovao Novi Sad. Kao što ga svakog januara okivaju sneg i led i ova jeziva ledena tišina Dunava. Tomislav Nikolić beszédében emlékeztetett arra, hogy nincs kollektív bűnösség, csupán egyének vonhatók felelősségre a háború alatti gaztettek elkövetéséért. U ljudskoj i hrišćanskoj ljubavi smo se pomirili i oprostili jedni drugima, ali zaboraviti niti možemo, niti smemo. Jer iako nema srpske, jevrejske ili romske kuće u ovom gradu koja ne pamti svoje stradalne pretke, nevine žrtve novosadske racije, prošlost, ne možemo izmeniti. Blagoslovi Vladiko! Irinej bácskai püspök, a szerb pravoszláv egyház képviselője tartott egyházi szertartást a halálos áldozatok emlékére. A zsidó közösség nevében Iszák Asiel rabbi mondott beszédet. Az állami tisztségviselők megkoszorúzták a razzia áldozatainak emlékére emelt emlékművet. Először Tomislav Nikolić államelnök, majd Maja Gojkovics, a köztársasági parlament elnöke koszorúzott. A tartományi parlament küldöttségének élén Pásztor István házelnök helyezte el a kegyelet virágait, Magyarország nevében pedig Pintér Attila belgrádi nagykövet. Az áldozatok leszármazottai gyertyákat gyújtottak a rakparti emlékműnél. Ez a bácsika 17 éve minden megemlékezésen itt volt, családjából sokan estek a razzia áldozatául. U porodici mi je 56 ukupno što ubijeno u Čurugu, selu kraj Žablja. Tu je kod Žablja na jednom salašu Pustajić je bio vlasnik. Bila je stacionirana jedna partizanska baza i dimilo se. I patrola mađarskih žandara je prolazila i uočila i došla je do borbe. I tu je počela ta racija. Selo 10 km udaljeno Čuruk, tu su mi zaklali svih 10 iz familije. A sve ukupno 56 mi je pobijeno. Ez az asszony 5 éves volt, amikor édesapját elhurcolták, de állítása szerint élénken emlékszik mindenre. Öten voltak testvérek, és ott voltak, amikor berontottak a házukba a katonák. Kaže taj mladić, pa što diramo čiku, kaže, pa vi toliko ima dece, a nije kriv. Nikom nijed. 1942. január 21-e és 23-a között a Magyar Honvédség tagjai egy eredetileg a szerb partizánok ellen indított razziában ártatlan újvidéki lakosokat végeztek ki. Az áldozatok főleg szerb, zsidó és roma nemzetiségűek voltak. Az újvidéki mészárlás során a szerb történészek szerint 3 nap alatt több mint 1300 helyi lakos gyilkoltak meg a magyar csendőrök. A fő felelősöket a háború után Magyarország kiadta a Josip Broz Tito vezette Jugoszláviának. Ez volt már a közügyek, köszönöm a figyelmüket. Holnap Juhász Gábor és Bakos Viktor várja majd önöket 18:05-től. További szép napot kívánok!